1944 végén a környező településekről a járeki koncentrációs táborba gyűjtötték a német és a magyar lakosságot. A futaki származású Stefan Barth csupán 7 éves volt akkor, de élénken emlékszik a szörnyűségekre. Akkor a futaki németeknek kellett menni Járekba. Mentünk gyalogon, én is gyalogoltam a öregapám mellett. Újvidékig, és Újvidékről akkor Temerin felett, szóval Bácski járatba. Hans Szupritz, a Dunamenti Svábok Szövetségének elnöke a beszédében azt emelte ki, hogy nem a bűnösöket keresik a szülőföldjükön, hanem hozzátartozóik sírjai felett nyújtanak békejobbot. Az egykori tömegsír helyén még mindig nem sikerült méltó emlékművet állítatni. A Német Nemzeti Tanács közvetítőként próbál segíteni az ügyben. Ez az agónia 10 éve húzódik már, és most eljutottunk addig, hogy még mindig nincs emlékmű felállítva, most bekapcsolódunk intenzíven ebbe. A tartományi parlament alelnöke is elhelyezte a kegyelet virágait az emlékkeresztnél. Azért vagyunk itt, hogy emlékeztessünk a két nép történelmének szörnyű időszakára, és hogy megbocsássunk egymásnak. A Dunamenti Svábok küldöttsége holnap Máglitjon, azaz Bulkeszin emlékkonferencián vesz részt, hétfőn pedig ellátogat a tartományi kormányba.